Jó napot, miniszterasszony! Lesz valamilyen következmény a Szájai József ügyének? Képviselő úr meghozta egyetlen helyes döntést, és az egyéb dolgok az ő magánügye. Kormányállás pontja gyengíti Brüsszelben? Nem kívánunk kommentálni, meghozta azt a helyzetet. Befolyásolja a magyar tárgyalásokat? Jó munkát kívánok! Továbbra sem lehet tisztán látni, hogy vette az állam a Pegazus nevű kémprogramból, illetve használta el valamelyik magyar állami szerv az Orbán kormány kritikusainak a lehallgatásához. Vett az állam vagy valamelyik szerv ebből a szoftverből? Ezek olyan szakmai kérdések, amelyekre nekem igazságügyi miniszterként semmiféle rálátásom nincsen, én ugye a jogszabályok betartásáért felelek. És akkor nem ön írja alá, hogy mondjuk engedélyező, hogy lehallgassák például Panyi Szabolcsot, Csikán Attilát, Varga Zoltán? Az engedélyek ki vannak szervezve az aláírása az államtitkár úrral, Völner Pál államtitkár úr, aki az engedélyeket megadja, vagy éppen megtagadja. Varga Judit azt mondja, hogy az aláírások az igazságügyi minisztériumban ki vannak szervezve Völner Pálhoz. Kérdezzék meg akkor Varga Judittól. Az ügyészség hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja Völner Pál fideszes országgyűlési képviselőt, aki korábban az igazságügyi minisztérium államtitkára és miniszterhelyettes is volt. A múlt héten azonban az ügy miatt lemondott ezekről a pozíciókról. Az Európai Bizottság pénzbüntetéssel sújthatja majd azokat a tagállamokat, ahol szerintük a jogállamisági problémák miatt rendszer szintű veszélynek vannak kitéve az uniós támogatások. A mai kormányinfóra kivételesen Varga Judit igazságügyi miniszter is eljött, hogy elmondja erről a kormány álláspontját. Mi most is úgy gondoljuk, hogy a gyermekeinket meg kell védenünk mindenféle szexuális propagandától. Az ördög ügyvédje, aki kirakott valami posztot, amiben ön szexuális orientációjával kapcsolatos megjegyzés is volt, vagy állítás, vagy megjegyzés, nem tudom pontosan, és ön feljelentést tett, gondolom ismeretlen tettes ellen, azzal mi a helyzet? Én megmondom, hogy nagyon határozott üzenetet is akartam azért ezzel küldeni, hogy ez szerintem túlment mindenen, amit meg lehet engedni. Mit üzen a Pride-nak, a Pride résztvevőinek? Érezzék jól magukat Budapesten. Olvasta a Telex cikkét, amiben a Völner Shuttle ügy tanúvallomásairól voltak beszámolók? Ugye már a Völner úr már több mint egy éve nem tagja a magyar kormányzatnak, ez meg egy folyamatban lévő büntetőügy, amit sem magánemberként, sem miniszterként nem álmodomban kommentálni. Olyan információk vannak benne, hogy gyakorlatilag a minisztérium falai között működött egy ilyen bűnszervezet. Nézze, a bíróságnak a dolga, hogy értékelje és kimondja a végén a jogerős döntést. Volt-e olyan hármas megbeszélés, ami a miniszter, ön és Shuttle György között történt? Volt. Nincs több kérdésem, köszönöm. Volt olyan találkozó, amin hármasban vettek részt Völner Párral és Shuttle Györggyel? Ugye a mindenkor igazságügyi miniszter munkaköréhez tartozik, hogy a hivatásrendeknek a vezetőivel találkozom, tehát hogy a közjegyzőség, az ügyvédséggel, bíróságok vezetőivel mindig találkozom, ezért fontos, hogy ezt azért rögzítsük. Én minden találkozom, egyébként a kabinetfőnökömmel együtt szoktam részt venni. Hány ilyen találkozó volt, amin ott volt Shuttle György is, és ön is, és Völner Pál is? Nézze, a hivatásrendek képviselőivel találkozók minimálisok egyébként, hiszen a szakemberek folyamatosan tartják a kapcsolatot, tehát erre most számszerűsítve max. 1-2. Völner Pál azt sérelmezte a bíróságon, hogy őt még már akkor lehallgatták, amikor neki még mentelmi joga volt. Ön tudott-e arról miniszterként, hogy titkos megfigyelés alá vonták az államtitkárát? Van egy büntetőeljárás, ugye ez a független magyar igazságszolgáltatásra tartozik, tehát minden ilyen nyilatkozat, meg minden bizonyíték, az a bíró dolga, hogy értékelje. Tehát én nem szeretnék kommentálni semmiféle büntetőügyet. Arról, hogy lehallgatják az ilyen dolgokról? Honnan tudnék én ilyen dolgokról? Igazságügyi tárcának kell engedni. Van szó. Tehát ugye nem tudom, a titkos engedélyeknek a folyamatait esetleg, hogyha figyeli, vagy a szabályozását ismeri, akkor ilyen kérdéseket nem is tesz fel. Ha Telex annyira érdeklődik el a büntetőeljárásra, akkor javaslom, hogy nyugi egyetemet végezzenek el.